Szerintem a post-punk bandákat a hozzáállásuk kötötte össze. Ezzel a viselkedéssel bármit lehetett közölni, és ez kiterjedt a zenére is. Lehet az ember punk a fotózásban, az újságírásban, az irodalomban, csak végig kell gondolni a történelmet. Láthatunk más olyan punk magatartásmódot, aminek semmi köze a zenéhez. Még azt is megkockáztatom, hogy nincs is szükségünk több nyavajás zenészre.